it's going to be a cracker. I've got a feeling that Lewis Hamilton might dominate this weekend, especially considering his incredible track record around here. He really loves this track, doesn't he? He's a four-time winner here, so if he can get on the front row of the grid, I think he has a wonderful chance to make it five. Na nézzük akkor az időmérő edzést. Dobjunk össze valami setupot. Először kemény keverékkel fogunk kimenni. Szerintem az elég lesz arra, hogy tovább jussunk. Nem is tudom. Hát ide kell leszorító erő. Nagyon nem is piszkálunk szerintem bele. Ebbe a beállításba jó lesz ez. És akkor keményebb keverékkel szépen kimegyünk. Teljesen más ezt vezetni az F1 2007 után. Az ugye nem sikerült olyan nagyon fényesre. Az utolsó futam a Super Aguri-val. Reméljük, hogy itt azért Räikkönennel tudjuk hozni a formát. Esetleg ha Verne nem most jött volna ki. Jajjaj, és még majdnem nekünk is jön. Kobayashi. Lehúzódik. Elengedett, jó van. Elég érdekes egyébként, hogy ez a játék nem szól bizonyos levágásokért, ami nem is igazán levágás, inkább csak pálya elhagyás. És éppen ezért nem lett volna jó ezzel a játékkal ligázni. 1.27, 9.87. Egyelőre miénk a leggyorsabb kör, hát Rosberget jó alaposan feltartják. Ericsson nem akarja elengedni. Előtte Massa van. Egyenlőre én Bottas Button. Button? Button a harmadik a McLarennel. Az szép. Mondjuk itt Magyarországon annyira nem az erő dominál. Igen, nem mondhat információt a csapattársról. Na, Hamilton közben ment egy jobbat. Minden esetre megelégszek ezzel, nem nagyon gyötröm el ezt a gumit. Majdnem 7 tizeddel vagyunk elmaradva Hamiltontól.
betolnak minket a boxba, és akkor megnézzük, hogy hogy is áll az időmérő. Alonso csak a nyolcadik. Na majd meglátjuk. Maldonado és Hilton ki van zárva, az gyönyörű. Rosberg 19, az még gyönyörű. Button, aki a nyolcadik világbajnoksági tabellán, 66 pontja van. Én hirtelen kavartam, hogy már a Honda motor van benne, de az a 14-es év, itt ugye Mercedes van. Magnussen, ki van még kint? Hülkenberg, Perez, Bianchi, Sutil, Bottas, Vettel. Egyelőre ennyien vannak kín, hát nincsenek nagyon sokan kín. És sikerült megszerezni a második rajt helyet. És úgy látom, még Rosbergnek is az utolsó pillanatban sikerült futni egy nyolcadik helyet, hogy azért ne utolsó előttikről induljon. És akkor itt láthatjátok, hogy Maldonado és Chilton ki lett zárva, ők valami nem tudom mit csinálhattak. Így alakult tehát az időmérő edzés, és akkor kezdődjön a futam. We're just 18 kilometers from the city of Budapest here in Hungary, where today's Formula One race is about to take place. It's the Hungarian Grand Prix. We knew this was a track that suited the Mercedes well, but no one would have expected that Lewis Hamilton would have created such a gap to his rivals in qualifying. If he stays out of trouble and the car continues to perform, well, victory should surely be a formality. He's definitely going to be difficult to beat today, but anything can happen, so we'll have to keep a close eye on how this unfolds over the course of the race. It's been a really disappointing season so far for Red Bull. They aren't getting the points that they believe the car is worthy of. Red Bull have clearly suffered the most from the change of regulations. The car is still a good car, but they say the performance of their new hybrid power unit is letting them down. You can guarantee they're working hard with Renault to find a way to bridge the gap to the competition. Nézzük meg a stratégiát.
kijövünk, majd lágyat felrakjuk, a keményet, és utána befejezzük a futamot, elvileg ennyi. Na, akkor kezdődjön a futam. És rajt! Hamilton. De megindult Bottas is. Kicsit beljebb kell húzódnom, nehogy megint úgy járjak, mint annó az előző futamon. Akkor Rosberg nagyon szépen kirakott. Hamilton egyelőre szépen megtartotta az elsőséget. Sokáig mehetek Hamilton mögött, mert szerintem nagyon el fogja nyírni így a gumit. Nem fogja kibírni a box kiállásig. Sürgősen meg kell előznöm. Így! Hamilton. Gyorsabb a Merci. Fogja a belső ívet. Egyelőre nem merem, nem bírom. Mit művelünk itt Hamiltonnal? Ez mi már? És a sikánban is együtt. Picit sikerült ellógni a többiek elől, de hát itt azért alaposan püföljük egymást Hamiltonnal. És még nincs DRS. Na, talán most. Sikerült Hamilton megelőzni. Wow. De hát nagyon itt van. Pályán kéne menni, nem a fűn. Tizenegyedik körbe kell majd bejönni a boxban. Egyelőre jól áll az üzemanyagunk is. Na, miénk a leggyorsabb kör?
Nagyon nehéz lesz Hamiltont azért magunk mögött tartani. Jaj! Ricardo szépen tartja a harmadik helyét. Rosberg még nem nagyon tudott ráesni. Kicsit furán fordul az autó. Picit visszább vett Hamilton. Szépen elmondott mindent. Reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és nem lesz eső. Nem igazán szeretnék esőt. Egyelőre nem kell a Mix 3. Jók vagyunk így. Picit visszább is vettünk a tempóból. Meg hát a gumik is kopnak. Jelenleg, hát igen, sárgulnak már ezek a lágy pirellik. De még jók lehetnek. Reméljük kibírják még ezt a 5 kört. Hamilton tartja ezt a körülbelül olyan 2 másodperces távolságot, úgymond. Hát már most 3-ra nőtt. Neki se jó azért, ha nagyon a árnyékomban megy, mert tényleg nagyon le tudja gyilkolni a gumikat. Ricardo szépen tartja a harmadik helyét. Jó, nincs semmi gond a időjárással sem.
11 kör. 8-ba vagyunk. Visszavett nagyon Hamilton. Szerintem én is spórolni fogok az üzemanyaggal. Visszaveszem én is lényre. Mert a keményebbi keveréknél lehet, hogy szükségem lesz egy hosszabb ricses szakaszra. És... jó, oké, majd felvesszük. De egyelőre most spórolunk Leanbe. Hamilton 3,7. Egyenlőre marad ez a táv. Jól visszavettünk, már 30-as köröket tudunk menni. Ez a guminak is köszönhető. Ricardo még most jött át a célvonalon. Na, még két kört kell kibírni ezen a gumin. Közben 2,9-re csökkent Hamilton. Hát itt az élen nagyon nem történik semmi egyenlőre. Lekörözésem volt, pedig ez egy elég rövid pálya. Nem tudom, hátul miféle csaták lehetnek. Veszik meg a gumikat. Hát, narancssárgásodnak. Kezd utolsó fázisba lépni a gumi. Kicsit hidegek a fékek. Egy kicsit jobban fékezzünk, de
Igazából az a baj, hogy attól félek, hogy akkor megcsúsznak ezek a eléggé kopott gumik, aztán az nem tenne túl jót. És aztán egy picit hamarabb fékezünk. És nem annyira nagy a hatásfoka, így inkább ez a fékezek, felemelem a lábam, fékezek módszerrel. Még 40 kiló üzemanyagunk van. Jönnek majd a lekörözések. De nem most még. Hamilton is jön. Jön. Na nézzük! A kerékcserét. Közvetlenül itt van mögöttem. Kész vagyunk. Hamilton is kész. És egyszerre jövünk vissza. Gyors volt, 2,5 másodperc volt a csere. És még ugye van egy kiállásunk. Te közelebb lenne Hamilton, bizony. Háromnegyed üzemanyagunk van még. Ami nagyon jó. Rosberg most jött ki. Jó, jaj, jó hátul van, ha még most jött ki. Hamilton! Hogy? Ja, DRS! Nagyon szépen elment. Kicsit mondjuk be is aludtam. Amíg azon tűnődtem, hogy Rosberg hogy a francba lehet ennyire hátul. Huszonkettedik körbe kell majd bejönni. Hamilton kegyetlenül kihasználta azt a kis nem odafigyelést. Meg hát azért a Merci erő ott volt. És megint én vagyok a fogó. Nyitjuk a DRS-t. Ez kevés lesz. Itt ezt a részt használta ki nagyon. Megy neki szerintem a ers. Gondolom legalábbis azért világít az a lámpa, akkor... És akkor vagy akkor tölt vissza, vagy akkor használja. Lehet neki az a úgymond előzés gomb.
Szerintem most tölt, vagy nem tudom. Na, minden esetre jól el vagyunk így Hamiltonnal. Megint megcsúszott egy picit az eleje. Hú, de elkanyarodtunk. Na, a Rosberg harmadik. Akkor nem tudom, akkor hülyeséget gondoltam, illetve beszéltem, hogy Rosberg nagyon hátul van, illetve visszaesett. Nem, szépen feljön Rosberg. Elvonták a figyelmemet közben. Hú, most nagyon elment Hamilton. Hát a lekörözöttek egy kicsit megfogják. Szerintem Rosberg sincs annyira nagyon messze. Lehet itt lenne az ideje egy kis Richnek. Ki ez? Maldonado. Egyedik, valaki akkor kiesett már. Jeleztek Maldonadónak, hogy engedjen el. Az autónak a fordulékonyságával annyira nem vagyok elégedett. Kicsit olyan felemás. Na, közben egy teljesítményt értünk el. Belaggolt egy pillanatra a Steam. Rosberg egy kicsit most lemaradt, ahogy hallom. Üzemanyag. 4,1, hát ezt már lehet így hagyjuk. Nem soká jön majd a következő box kiállás. A 22. körbe lesz. 5 kör múlva.
És Marcus Ericsson engedte el Hamiltont. És engem is elenged. Nagyon illedelmesen húzódott félre. Közben többen is a boxban. Az első kerekek azért. Főleg a bal első az nagyon meg van nyírva. Tom Rosberg hány másodperccel lehet mögöttem. Ez eddig úgy nem sikerült nagyon kifigyelnem. Azt látom, hogy Hamilton másfél körül van. Na, 60%-on van üzemanyag, és a fél futamot már lementük, úgyhogy jól állunk üzemanyagban. Lassan csere lesz. Hamilton szépen tartja egyébként ezt az első helyet. Na, ott is lehúzódik valaki. Sutil. Így a legrosszabb helyen értük utol Sutilt. Hova tudsz menekülni, Sutil? Elengedsz? El. Megkapta a kék jelzést ő is. Kicsit hamarabb kellett volna. Akár azt szerintem le is tolhattam volna a pályáról, Sutil. Nagyon nem büntet a játék egyébként. Meg hát a safety car is eléggé hiányzik belőle. Ha vannak valami esetek, illetve azok a kiírások, hogyha valakinek megkotlik az autója. Jó lenne tudni azért, hogy ki meg hanyadik helyről, meg ilyenek, tehát... Ezek jó lennének, ha benne lennének. Na de hát majd hát, ha az ideibe. Aja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 j
2 másodpercre stabilizálta Hamilton ezt a kis távolságot. Így ezt elnéztük. Kicsit már nehézkesen tapadnak a gumik. Azt veszem észre. Van üzemanyagunk, úgyhogy égethetünk belőle kicsit többet. Nagyon rossz a gumink? Ezt észrevettük. Hát igen, már sárgul nagyon. Utána felrakják a keményebb keveréket, és elvileg azzal már most szépen végig tudunk majd menni.
Na Perez egy kicsit, ó de jó, megfogta Hamiltont. Ez az, engedj, engedj. Köszi. Ú, nagyon jó, itt van Hamilton. És a következő körben kell bejönni. Úgyhogy még ezt a szettet jól szét tudjuk gyilkolni. De jó, ráestünk. Ebbe a körbe fogunk jönni boxba. Kicsit már olyan, mintha ilyen lekváron csúszva mennék. De Hamiltonnak is csúszkál az autó. Hülkenberget értük utol közben, 13. helyről. Összeveszem már az üzemanyagot. Na Hülkenberg, jaj, de szépen lehúzódott! Nem tudom, miért veszít át a gép olyan hülyén. Jaj, gyerekek, egyszerre jöttünk ki, csak most fordított környezetben. Na nézzük! Fönn van, Hamilton indul. És ugyanannyi. Nagyjából ugyanaz történt. Kettő fél volt megint a kerékcsere. Limiter ki, és hadd szóljon. Hú, most egy rakott lekörözött közé érkeztünk meg. Na, akkor rakjuk Ridge-be most már. Van 12 körünk. Jules nagyon szépen elengedett. Itt van még Gutierrez. És Sutil, akik mondjuk egymással elversenyezgetnek itt nagyon aranyosan. Na, jó, Gutierrez is elengedett. És ők így hárman nagyon szépen egy ilyen vonatot alkotva haladnak tovább. Gyönyörű. Rics 3-ban vagyunk, úgyhogy 4.61. Hadd szóljon. Most aztán Hamilton is nyomja. Mit nem mondnak? Jót tenne a világbajnokságnak, hogyha Hamilton sikerülne most azért elkapnom. Egy csak rajta egyből tudnék hozni 7 pontot. Rosbergen meg 10-et. És ez nagyon jó. Hogy akkor 25-öt kapnék én. Hamilton 18-et és 15-öt kapna Rosberg. Ott már 10 pont különbség lenne. Ami így a szezon vége fele azért
kezdi eléggé lecsökkenteni a világbajnoki esélyeinket. Erre az izére majd figyelni kell, erre a behajtóra. Az a baj. DRS nyomtam, és egy nagyon picit elkezdtem kormányozni. Mondd az elején, és azonnal reagált az autó. Jó, nem tört ki semmi. Damage? Nincs. Jó, oké. Szóval csak azt akartam mondani. Hogy így a évvége fele nem nagyon tudom, milyen pályák lesznek még, ami feküdni fog majd nekünk, úgymond talán Szingapúr. Még ami ilyen technikásabb. És lehet rajta jókat menni. Majd meglátjuk. Monzába szerintem nagyon csúnyán el leszünk verve. Gyorsabb most is Hamilton. Rosberg nagyon visszavett a tempóból. Közben Magnussen térjük utól. Hát a lehető legrosszabb részen. Aztán elengedett Magnussen, kicsit érdekesen tudtam elmenni mellette. Egy szány darabka. Zöld színű volt, úgyhogy nagyon kétörhem gyanús. Na, és még van 7 körünk. Itt is megy a csetepaté, ahogy látom. Ericsson. Ericsson autójáról hullanak az alkatrészek, vagy mi? Verny is kiadt a két Toro Rosso. Jaj, bazd meg! Azt a kurva! Ezt mondjuk mi csináltuk el? Szerintem. Igen. Megnézem visszalassítva, de... Dekár, és ott.
Itt jövünk. Igen, és egy kicsit túl nagy tempóval érkeztünk ehhez, hogy még be tudjunk férni. És itt nagyon csúnyán összeértünk, és törik is a kering. Kezünk a levegőbe, ugye? És kitört az első futómű. Még egyszer megnézem a szituációt. Jaj, várjatok. Igen. Mondjuk így. Itt mi kanyarodunk, de nem, miért vált kamerát? Nem akarom, hogy kamerát váltson. Pontosan ez a lényeg, hogy meg tudjam nézni így. Kanyarodunk, és látszik, hogy sodródunk kifele. Verny meg jön visszafele. Nekünk teljesen itt a belső baloldali íven kéne lennünk. És itt már paf! És vége. Áj, de kár érte! A gyerekek, kiestünk. Oly, nagyon-nagyon sok pontot vesztettünk ezzel. Ráadásul magyar nagy díj. Ó, mert nagyon készültem, mert nagyon... Azt a betyár mindenit. After all that excitement, it's time for a lie down, I think. Thanks for joining us and goodbye until the next race. Hamilton nagyon vert mindenkit. És megint kettős Mercedes győzelem. Ricciardo lett a harmadik, Vettel negyedik, Bottas ötödik és Alonso lett a hatodik. Button 7, Massa 8, Magnussen 9 és Perez lett a tizedik. Azt a betyári mindenit. Grosjean esett késén. Áj, de sajnálom, nagyon-nagyon kár érte. Nagyon-nagyon kár érte, nagyon-nagyon fontos pontok lettek volna. 56 pont a különbség most így. Hoztunk volna pedig 7-et rajta. Hát ott a két Mercedesnek nagyon kéne történni valami, hogy sikerüljön valamit alakítani rajtuk. Kicsit olyan a helyzet, mintha idei 2015-ös év lenne. Csak ugye nem Räikkönen, hanem Vettellel. Hát nagyon sajnálom. Konstruktőr. Hát az teljesen elment már, tehát ugye hozzák az 1-2-t szinte folyamatosan. De legalább úgymond a Williams-et tudjuk tartani. Ott az elég szoros Williams meg a Red Bull. És négy csapat nem szerzett még pontot. A Lotus, Sauber, Marussia és a két törhem. Áj, gyerekek, nagyon sajnálom, itt ugye közben a visszajátszást láthatjátok a rajtról. Nagyon jó kis futam lett volna, meg az is volt. Jókat csatáztunk Hamiltonnal. De sajnos átmondhatom azt, hogy talán az én hibámból is, sőt, kimerem jelenteni, hogy teljesen az én hibámból, mert éreztem azt, hogy ahogy lehúzódott Verny, elment Hamilton, és mondom, ott a rés, én is elpróbálok jönni, mert a beragadok mögé, még két kanyarhoz megint elmegy Hamilton. És picit egy... Na, ugyanezt történt nagyjából, mint itt ennél a résznél, hogy egy nagyon picit ilyen nagy sunggal érkeztem be mellé, és akkor már ott volt Vernek a első felfüggesztése, és ez nagyon csúnyán összeütközött az enyémmel. Hát ő tudta folytatni, sőt be is fejezte. Ha jól emlékszem, 11 vagy 12-ek lettek, de sajnos a miénk az kitört, úgyhogy ez van. Na hát, köszönöm szépen akkor a figyelmet. Legközelebb, ha jól le tudom, Belgium fog majd jönni. Tartsatok akkor is velem. Sziasztok!